A nyíregyházi állatparkot hatalmas trauma érte, amikor másfél évvel ezelőtt elpusztult a matuzsálami kort megélt alapító oroszlánuk Elek. Mindenképpen szerettek volna egy új vezért az oroszlán csapat élére. A park nagyon jó kapcsolatot ápol a hollandiai burgerzóval, akik felajánlottak egy öt éves állatot a számukra. Zeus méltó a nevére, hiszen valóban fenséges a megjelenése. A karanténidő után eleinte a szomszédos kifutóból ismerkedett a nőstény oroszlánokkal, majd egy hét után összeengedték őket. A három oroszlán hölgy közül kettő azonnal elfogadta az új uralkodót, Zina a domináns nőstény azonban kicsit nehezebben fogadta el az új királyt. Most már azonban szent a bék, ez jól látszódik, hiszen a hím mellett mindig ott legyeskednek a hölgyek, és olyannyira jól sikerült az udvarlás, hogy remélhetőleg hamarosan itt is kopogtatni fog a gólya. A Nyíregyházi Állatpark lakóinak népszerűségi listáján garantáltan dobogós helyet foglalnak el az oroszlánok. A parkba látogatók az oroszlán család kifutóját biztosan felkeresik. Nem véletlenül, hiszen pompás, hatalmas ragadozó. Méltóság teljes megjelenése miatt ősidők óta a hatalom és az erő jelképének tekintik a macskafélék családjának más tagjaival ellentétben az oroszlánok társasállatok többnyire falkákban élnek, melynek élén egy erőteljes hím áll. A vadászatot rendszerint a nőstények vállalják magukra, míg a hím elenyészően keveset vagy egyáltalán nem vesz részt a vadászatban, hiszen az ő feladata a párosodás. A zsákmány elfogyasztásában azonban mindig elsőbséget élvez. Az ivari dimorfizmus erőteljes, a felnőtt hímek 20-30%-kal nagyobbak a nőstényeknél, és sörényt viselnek. Afrikában az oroszlánok a Szaharától délre csak nem mindenhol megtalálhatóak, a sivatagok és az esőerdők kivételével. Ázsiában már a csupán északnyugat-indiában egy természetvédelmi területen maradt fenn egy kis populációjuk.